Kiváló decemberi teljesítményük elismeréseként a Budafóka 22-ese úszói nyerték el a Magyar Olimpiai Bizottság, a Decathlon és az utánpótlás sport.hu által alapított hónap műhelye díjat. Az elismeréssel a sportolók emlékplakettet és egy 500 000 forintos sportszer vásárlási utalványt kaptak. A decemberben voltak cikluszáró versenyek, és ott több aranyérmet hoztak a versenyzőink, szépen szerepeltek a fiatalabb korú versenyzők is. Országos korosztályos csúcs is született, illetve decemberben volt Romániában a közép-európai 8 nemzetkupája, ahol a Gajosi Szilárd és Zombori Gábor vett részt, és onnan is, ha jól számolom, 5-6 arany, egy pár ezüst és bronzéremmel tértek haza, és szerintem ez nyomott sokat a labban, amikor eldöntötték a decemberi hónap műhelye címet. A versenyzőket egy edzéssel látogattuk meg a Hajós Alfréd tanúszodában. A Budafóka 22-ese fiatal egyesületnek számít, 2003-ban alakult, a klub úszó szakosztálya ez alatt az idő alatt az ország egyik legeredményesebb utánpótlás bázisává nőtte ki magát, Horváth Tamás vezetőedző szakmai irányításával. 2017 az egyik legsikeresebb év volt az egyesület életében. A legnagyobb eredmény, amit talán elértünk, az az ifi világbajnoki aranyérem, amit váltóban a Márton Ricsi szerzett Indianapolisban, 4x100-as és 4x200-as gyorsváltóban. Ugyanez az eredmény az ifjúsági Európa-bajnokságon is megszületett, hála Istennek, csak ott mix gyorsváltó volt a 4x100 méter. A 4x200-as váltót ott is megnyerte ugyanaz az összeállítású váltó. A nyári EIOF-ra vagyok a legbüszkébb, ami itthon zajlott egy Győrben, és ott ugye megnyertem a 200 méteres hátúszást, ott elhoztam az aranyat, illetve 100 méteres hátúszáson lettem második helyezett, és volt egy 400 méteres vegyes mix, vegyes váltó, ott pedig egy bronzérmet tudtunk elhozni. Nyáron volt ugye az ifjúsági olimpiai fesztivál, ott egy bronzérmet szereztem, és annak nagyon örültem, mert nem számítottam, hogy fogok érmet szerezni, mert eléggé kemény volt a mezőny. Meg még volt, azt hiszem augusztusban ugye a nyílt vízi EB, ott meg egy aranyat, meg egy ezüstöt sikerült szereznem. Az aranyat az 5 kilométeres gyorsúszásba, az ezüstöt meg a váltóba. Február a nagy terhelések és a hosszú edzések időszaka. A Budafóka több versenyzője 3 hetes edzőtáborban készül az idei versenyre. Még nagyon messze vagyunk a csúcsformától. A komoly versenyek azért még egy 5-6 hét múlva lesznek, addigra még jön egy kis formába hozás, erősítés, aztán a könnyítés, akkor lesznek csúcsformába, most így az időszaknak megfelelően egy kicsit úgy nehezzek még a karok és a lábak, nehezen mozognak még. Idén lesz nyáron az Európa-bajnokság, ifjúsági Európa-bajnokság, oda szeretnék kijutni, illetve október 7-én kezdődik meg Buenos Airesben egy ifjúsági olimpia, ahova szintén ki szeretnék jutni, és edzőtáborozni, meg holnap indulunk majd Dél-Afrikában, ami valószínűleg nagyon kemény lesz. Szerintem kegyetlen lesz, de biztos, hogy jó lesz, tehát a hangulat, meg minden a hely is. Meg túl fogjuk élni, az biztos, de nem lesz könnyű. Az edzőtábor után újabb megméretetés várja a versenyzőket a felnőtt OB, amely fontos az ifjúsági és a serdülőkorú úszók számára is. A felnőtt bajnokság az egyben a kvalifikációs lehetőség, szintúszási lehetőség az ifi EB-re több számban, illetve a Márton Ricsinek, mint felnőtt úszónak, már idén felnőtt úszónak egy kvalifikációs lehetőség a felnőtt Európa-bajnokságra való kijutás szempontjából. A felnőtt országos bajnokságot március 28-a és 31-e között rendezik Debrecenben.